Pintér Tibor ül itt mellettem, a Nemzeti Vágta jótékonysági sztárfutamának győztese. Üdvözöllek a műsorban. Minek köszönhető, hogy ismét megnyerted? Hát annak, hogy napi 4 órát lovagolok szerintem, és nagy a rutinom abban, hogy jó lovak tudok választani, ez az egyik válaszom. A másik meg tényleg az, hogy tényleg nagyon sokat lovagolok. Ugye a Nemzeti Lovasszínház vezetőjeként állandóan trenírozzuk, idomítjuk, edzük a lovainkat. Most éppen a Gladiátor című nagy műzikerre készül be. Többek között még koncentráltabban, mint valaha. És ez azt gondolom önmagában egy nagyon komoly felkészülés. Akkor az a napi 4 óra az tulajdonképpen kemény munka? Hát hogyne, tegnap 5 lovat lovagoltam, az mondjuk 5 óra volt. De ugye itt azt is kell tudni a kedves nézőknek, hogy aki esetleg nem lovas, hogy nem önmagában fölülünk csak a lóra, hanem azt lepucoljuk, fölnyergeljük, fölkandározzuk, utána levesszük róla a dolgainkat. Tehát tulajdonképpen egy elég kemény meló. És említetted, hogy jól tudsz lovat választani. Na most a start előtt 1 órával te lecserélted a lovat. Minek köszönhető ez? Ne túloz, 10 perccel. 10 perc? Hát 1/2 órával, tehát az az igazság. Aha. Az a helyzet, hogy az volt a stratégia most már elég régóta, de most jött be különben, hogy a elődöntőből 3.-ként kiesett ló, amelyik éppen nem kvalifikál a középdöntőbe, azoknak a listáját összegyűjtöm, és elkérem a tulajtól a lovat, hiszen az a ló, amelyik már 3.-ként fut be, közvetlen közel a másodikhoz, ezen az elődöntőn, ami már idáig elkvalifikálódott, azok már nagyon jó lovak, azok már gyors lovak. Különösen most már a Nemzeti Vágtán, most már, hogy mondjam, beértek azok a lovak, azok a zsokék, akik erre specializálódnak. És föl volt ugye nyergelve az én lovam, amit itt a képen látunk, az a nagy szürke, az ott állt már futamra készen, de tudtam, hogy ez nem nyerő ló. És bujkált bennem a kis ördög, hogy hát csak nyerni kéne, hiszen a Nemzeti Lovasszínház vezetője nem veszíthet futamot, azt meg hiába kezdjük el magyarázni a nézőknek, meg a nem lovas embereknek, hogy egyébként ez a kilók sportja, és 1000 méteren 1 kiló többlet az 1 lóhoz mínuszt jelent, tehát ez a matek. Már is 1 kiló? Tehát 1 kiló többlet az 1 lóhoz mínuszt jelent 1 kilométeren. Tehát ez egy galopp matek, ezt mindenki tudja. Visszatérve, hogy választottam a lovat, és akkor kinéztem Dunaszerdahelyi lovát, az ott állt a boxba, ott állt Szabad Prédán, láttam, hogy már lenyergelték. És ott sündörögtem, és nem értem el a Dunaszerdahelyieket, és egyszer csak jön velem szembe egy úr, azt mondja, Tiborkám, hát jöttök hozzánk játszani, mert mi utazószínházat is üzemeltetünk. És mondom, hova? Hát Dunaszerdahelyre, hát én vagyok a dunaszerdahelyi polgármester, nem ismersz meg? Mondom, nagyon jó, akkor intézd már el, hogy a lovatokat megkapjam, és egyből odaszólította a tulajt, aki egy szlovák származású manus volt, és elkértem, megkaptam, és megnyertem vele a versenyt. Ez mennyire okozott azért nehézséget, hogy egy idegen lovat nyergeltél fel, és ültél meg utána? Ugye mindenki ezen csodálkozik, hogy lehet 10 perc alatt egy lovat úgy magunkévá tenni, hogy egyből megnyerek vele egy versenyt. Ez az, amit azt mondtam, hogy ez a rutin. Tehát itt én annyi lovon ültem már életemben, és lovagolok, és ha az öttusába gondolkozunk, az öttusa sportnál is előtte sorsolják ki a lovakat. Persze. És ott tudják meg a lovasok. Tehát ez nem ördögtől való, nem egyedi. Nyilvánvalóan egyel jobb, ha az ember ismeri a lovát, de itt a taktikám az volt, hogy ezek jó lovak, stabil lovak, amelyik idáig eljut, azok stabil lovak, nem vesztenek egyensúlyt, kicsi az esély, hogy felboruljak vele, vagy hogy ne érjek be a célba egy jó idővel. Említetted a Gladiátort, mert mikor láthatjuk? November 28-án és 29-én játszok a Budapesti Sportarénába a Gladiátor című giga musicalt, így apostrofáljuk, nem véletlenül. Humoros kollégáim azt mondják, hogy azért giga musical, mert hogy a gigáddal énekled a musical, többek között azért is, de elsősorban egyébként azért, mert valóban gigantikus méreteket ölt, én nem nagyon tudok róla, hogy Magyarországon lett volna egy musical, amiben közel 160-180 szereplő, és ebből 60 ló, sőt 60-70 ló és lovas szereplő szerepel, és egy elefánt is. Ugye ennek az a kuriozitása, hogy mindent lovakkal oldunk meg. Tehát itt próbáljuk rekonstruálni a filmbéli, ugye a Russell Crowe változatban lévő nagy bigás jeleneteket, tudod, ezek a kétkerekű római kocsik, amiket ártalmatlanítanak a gladiátorok, de nyilván kicsit többet lóra hangszerelve az egészet, hiszen az nagyon fontos, hogy azért mi lovasszínházként
amit csak lehet lóra alkalmazunk, úgyhogy hát nagyon nagy izgalommal készülünk, minden nap próbálunk. Én ma is innen is próbára megyek, éppen egy lovas próbára, ahol lányokat edzünk, lesz benne 4 múzsa, akik mint a Herkules című Disney filmben állandóan ott kotnyeleskednek. Uh-huh. És fantasztikus szereposztás, Sasvári Sándor, Mészáros Árpád Zsolt, Wolf Kati, Janza Kata, Árpa Attila, Faragó Topi, Papa Dimitriu Atina, úgyhogy nagyon-nagyon készülünk, és nagyon-nagyon várjuk már. A lovakat mennyire nehéz felkészíteni erre a darabra? Hát nagyon nehéz, tehát azért itt azt tudni kell, hogy önmagában a lovas színház nehéz, tehát a lovas színház csinálása, ennek teremtése, ennek koordinálása, az, hogy lóhátról énekelünk, az, hogy közben én rendezem, miközben játszom is az egyik szerepet. Az, hogy a lovak azért nem végletekig kiszámítható élőlények, szuverén egyéniséggel, nagyon nagy tapasztalat kell ahhoz, hogy bármilyen körülményben ura legyünk a helyzetnek. Tehát és ezt nem lehet elejét gyakorolni. Szóval ezt a végtelenségig kell és lehet gyakorolni. Uh-huh. Történt egy baleset a Nemzeti Vágtán, Atina megsérült, ám ő játszik a Gladiátorban. Van egy kis probléma ezzel kapcsolatosan? Hát van aggodalmunk a mai napig, bár pont ma beszéltem vele, ugye minden nap tartjuk a kapcsolatot. Sajnos a Nemzeti Vágtán eltört a lába, és erről azért csak egy mondat, hogy senki nem hibás ilyenkor. Tehát inkább nem szabad hibásokat keresni, ilyenkor csak hiba van. És ez viszont kiszámíthatatlan, bárkivel előfordulhat, ő balról előzni akart teljesen jogosan. A belső falon neki koppant a lába a kordonnak, itt el is tört neki, és utána elvesztette az egyensúlyát és leesett a lóról. Normális, tehát azt kell mondjam, bárkivel előfordulhat. Atina egyébként kitűnő lovas, nagyszerű színésznő és nagyszerű ember. Most már elég régóta hozzánk csatlakozott, és a Nemzeti Lovas Színház vezető művésznője. És én úgy gondolom, hogy annyira kemény nő, hogy ő fel fog lépni a Gladiátorba, úgyhogy biztosan állíthatom a kedves közönségnek, nyugodtan mondhatom, és a nézőknek is, egy Papa Dimitriu Atina lovon fog a Gladiátorba énekelni. Akkor tulajdonképpen ezért is veszélyes a lovas színház, mert nehéz megülni a lovat, nagyobb az esély arra, hogy megsérül az ember, szóval, hogy leesik akár. Igen, mondjuk előadás alatt volt már esés, hazudnék, azt mondanám, hogy nem, de érdekes módon megbocsátja a néző. Uh-huh. Szóval ez is hozzá tartozik a jellegéhez. Attól a pillanattól kezdve, hogy ló megy a színpadra, minden, ami lóval kapcsolatos, az természetes. Az, hogy oda piszkít, bocsánat, hogy ezt mondom, de a saját közegébe, a homokos földre teljesen természetes, bármilyen dal közben. Nagyon észre se veszik. Észre se nagyon veszik. Persze. De azt szoktam mondani, hogy a Buckingham palota előtti díszelgésen is oda piszkítanak a lovak, a márvány parkettre senkit nem zavar, mert utána egyből jön egy fiú és fölszedi. Uh-huh. Illetve ha valaki leesik a lóról, ugye az is olyan, hogy egyáltalán nem szégyen. Ugye azt szoktuk mondani, hogy csak az nem esik le, aki nem ül lóra. Hát aki lóra ül, az sajnos leesik. Persze, igen. Hát sok sikert kívánok hozzá, és gratulálok a győzelemhez még egyszer. Nagyon szépen köszönöm.